Sziasztok! Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, kezemben pedig a Doji X5-ös mobiltelefon készülék, és akkor most tegyük be a SIM-kártyákat és a microSD-t. Valójában a Doji X5-nek ugye a hátlap illesztése olyan, hogy nem nagyon van kialakítva semmilyen rész, hogy hol tudjuk lepattintani a hátlapot, bárhova benyúlunk bármelyik szélével, mondjuk én itt szoktam benyúlni, a körmünkkel egy kicsit benyúlunk, akkor már föl is jön a hátlap és szépen le lehet pattintani. Legalábbis én kialakítást nem találtam, hogy hol lehetne kifejezetten benyúlni bármelyik sarkánál, hogyha egy kicsit megfeszegetjük, akkor szépen föl lehet szedni a hátlapot, és már láthatjuk, hogy itt van nekünk a 2400 mAh-es akkumulátorunk, ami gyárilag benne van a telefonba, és elég nehéz kivenni, még körömmel is jól illeszkedik. Arra figyeljünk, mondjuk én ide ráraktam a matricát az aksira, hogy le van ragasztva itt az akkumulátornak az érintkezője, ugye, mert a telefonnal együtt csomagolják el a matricát, hogyha leszedjük, utána rakjuk vissza, és akkor már be tudjuk kapcsolni a telefonunkat. Ugye láthatjuk, hogy két darab microSIM foglalat és egy darab microSD fogad bennünket, ugye 32 gigás microSD-t kezel maximum. Teljesen értelemszerűen föl van rajzolva ide, hogy mit, hogyan kell behelyezni. Vodafone-os Telenoros SIM-mel használtam a telefont, jók voltak a beszélgetések. De majd erre a használat során ki fogok térni, hogy mik a tapasztalataim, esetleg milyen hibákba ütköztem. Van itt egy ilyen SIM átalakítós kártyám, amivel mindig játszanom kell, hogy ne essen ki. Szereznem kellene magamnak egy új SIM átalakítót, mert ez már nagyon el van kopva, így, né? És hogyha behelyeztük a két darab microSIM-et és a microSD-t, akkor visszarakjuk az akkumulátorunkat, szépen visszapattintjuk a hátlapot, és már használatba is tudjuk venni a Doji X5-ös mobiltelefon készülékünket. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról ezzel a kis érdekességgel, hogy a Doji X5-be hogyan tudjuk berakni a microSIM kártyáinkat, a microSD-t és az akkumulátort. És hamarosan majd mindjárt egy kicsit be is kapcsoljuk, megnézzük az Androidot, ugye 5.1-es Android van rajta, és majd még beszélni is fogok róla, hogy milyen tapasztalatok vannak a készülékkel kapcsolatban. Sziasztok!